Lengyelországban Magyarországhoz hasonlóan korlátozó a migrációs politika. Pedig a lengyel munkaerőpiacnak a munkáltatók jelzései alapján nagy szüksége lenne külföldi munkaerőre. Valószínűleg ezért is adtak ki a lengyel konzulátusok Ázsiában és Afrikában több tízezer munkavállalási vízumot. A dolog pikantériája, hogy a jelek szerint kenőpénzt is elfogadtak. A schengeni vízummal pedig sokan tovább is álltak nyugatra. Varsó, a lengyel főváros. A cégek az elmúlt években egyre nagyobb számban toboroztak munkaerőt Ázsiából. Kiderült, hogy számos konzulátuson, így az indiaiban súlyos szabálytalanságok történtek a vízumok kiadásánál. A gyakorlatban lehetetlen volt időpontot kapni vízumkérelemhez. Egészen addig, amíg ki nem derült, hogy meg lehet bízni egy közvetítőt, aki 50 ezer rúpiáért szerez időpontot a konzulátuson. Ez természetesen nem teszi egyszerűvé a szakképzett munkaerő toborzását. Ezt a helyzetet ez a nepáli fiatalember is jól ismeri. Konyhai kisegítőként dolgozik Lengyelországban. Neki is sokba került a vízum az indiai konzulátuson keresztül. Ha mi magunk bejutunk a konzulátusra, akkor nem kell fizetni. De közvetítővel nagyon sokba kerül. Kölcsönt kell felvennünk a földre vagy az ingatlanra, hogy ki tudjuk fizetni a közvetítőt. És segítettek időpontot kapni? Igen, igen, miután megkapták a pénzt. Az ehhez hasonló esetek nagy felháborodást váltottak ki szeptemberben. Menesztették a lengyel kormány külügyminiszter helyettesét. Az ügy részleteit a Gazeta Wyborcsán lengyel napilap tárta fel. Mint kiderült, a korrupció ellenes hivatal nyomozói vizsgálódtak a külügyminisztériumban. Azt állapították meg, hogy néhány afrikai és ázsiai országban csak akkor adnak ki lengyel vízumot vagy konzulátusi időpontot, ha hajlandó valaki ezért 5000 dollár kenőpénzt fizetni, csak azért, hogy egy közvetítő valamit intézkedjen. Az eljárás teljesen intranszparens, és minden kétséget kizárólag korrupcióról van szó. A lengyel kormány tagadja, hogy ez a tudtával történt volna. Szerintük az ellenzék és a média fújta fel az ügyet. Azt, hogy a hatóságok szabálytalanul jártak el, nem vitatják. Jelenleg több mint 200 esetet vizsgálnak, és több embert már le is tartóztattak. Tényleg volt olyan bűnözői csoport, amely kenőpénzt fogadott el az eljárások felgyorsítása érdekében. De senki sem kapott kenőpénz fejében vízumot, vagyis a biztonsági ellenőrzést nem mulasztották el. Ügyészeink már dolgoznak a vádemelésen a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. Ezeket az embereket meg kell büntetni. Az ügyben az EU is azonnali felvilágosítást követelt. Egy lengyel munkavállalói vízummal ugyanis fel lehet szállni a vonatra és eljutni az EU bármely országába.